Magyarországon az átlag életkor 74,5 év, az EU nagy átlaga 80,1 év, átlagos nyugati úgy 82-83 évig él. A különbség hozzávetőleg 8 év. Jelenleg bő 8000 új gyógyszer áll reményteli fejlesztés alatt. Ebből több mint 1800 daganat ellenes orvosság, közülük 200 pedig immunonkológiai terápia eszköze. A daganatos betegségek gyógyításában óriási áttörést hoztak a tumorsejteket támadó célzott terápiák, hiszen még az 1970-es években az érintettek negyede élte túl 10 évvel a diagnózist, ma már minden második beteg számíthat erre. Grecsó Krisztián írót 2018-ban HPV vírus által okozott fej-nyaki rákkal kezelték. 4 hónap leforgása alatt számos alkalommal kapott sugárterápiát. Egy teljesen átlagos reggel kezdődött, elindultam a munkahelyemre, autóval mentünk, zuhogott az eső, és felhajtottunk a Ferdinánd hídra. A híd elején 41 évesen és nem tudom hány naposan éltem egy életet, ami akkor az enyém volt. A híd közepén történt valami, egészen konkrétan az, hogy a nyugati felé fordultam, oldalra fordítottam a fejem, és abban a pillanatban, ahogy visszafordítottam a fejem, rögtön elővettem a telefonommal, ahogy a kamaszok szokták, tükörre fordítva, és megnéztem, hogy mi van. Orvosi szakkifejezéssel élve, ez egy egészen szép és megható metafora, egy csecsemő ököl méretű daganat. És esküszöm, hogy ettől a pillanattól kezdve tulajdonképpen megváltozott az életem. Az a rák, ami nekem volt, az leginkább sugárterápiával kezelhető. A probléma csak az, hogy a területet, mivel kétoldali volt, 360 fokban itt kellett besugarazni. Ez a rész tele van idegekkel, idegvégződésekkel, nyálkahártyával, sérülékeny felületekkel. Így aztán a sugárterápiának az a következménye, hogy kibírhatatlan fájdalom jár együtt. Szétégeti a szádat teljesen, a torkodat, a hangszálakat, megnémulsz, nem tudsz nyelni. Az elviselhetetlenségig húzott fájdalom az hónapokig tart. Mindezt úgy, hogy közben a kemó finoman szóval se segít az étvágynak. Úgyhogy én ilyen 60 kiló alá mentem le. Az már annyit jelent az én magasságomnál, én 1,80 vagyok, hogy a járás is problémás már. Ilyen esetekben a lehető legrosszabb verziók felvázolása olyan elviselhetetlen teher, hogy tehát értelmetlenné válik a küzdelem. És eközben kellett valahogyan azt elérni, hogy túljussak az öngyűlöleten, túljussak az önvádon, és képes legyek ezt a kezelést folytatni és csinálni, hiszen egyre nehezebb volt. A lejtő az eleinte nem volt annyira meredek, és ahogy az egyre inkább lefelé vitt. Igazából az, hogy mi van, azt a barátok arcán lehetett látni. Egy darabig tudták fegyelmezni magukat, aztán nem. De akkor én már valahogy biztos voltam benne, hogy nem lesz baj, hogy én ezt meg fogom tudni csinálni. A lényeg belülről zajlik. Tehát az a számvetés, az a leltár, hogy kerültem én ide, ahol tartok, az most mit jelent, ha most van vége, akkor mit látok ebből? Ez mind ez a lelki leltár, ez belül zajlik. Teljesen természetes, hogy a lélek és a test harmóniában van egymással. És a test sokféle módon kommunikál a lélek ügyeiről. És való igaz, hogy a gyógyuláshoz vezető útban is szerepe van a lélek állapotainak. De ez nem jelenti azt, hogy aki beteg, az hibás lenne azért, mert beteg. Nem tehet róla. És ha te nem tudod ezt elhinni, akkor kimaradsz a saját életedből, és kimaradsz a gyógykezelésből is. Hajlamos vagyok elfelejteni, és gyakran játszom azt, hogy azt hazudom magamnak, hogy tudok az elmúláshoz úgy viszonyulni, mint azelőtt. De valójában az a helyzet, hogy 10 körömmel kapaszkodtam. Én kurvára akartam élni. Minden ilyen, hogy ezt én elengedhetnek, hogy csak a családomat féltettem volna. A fenét. Féltem. A múlandósághoz való viszony is beépült a szövegeimbe, meg a sérthetetlenséghez való viszony, hogy is mondjam, kiszellőztetett dolgokat. És ez az írásaimban is ott van, ennek egészen biztosan nyoma van. Krisztián a kezelések alatt nem tudott megszólalni, ebben az időszakban a zenélés segítette a gyógyulásban. Szeretem a verseimet elénekelni,
előadni, és az, hogy médiuma lehetek a versnek részben, az számomra nem a marketing része, hanem az önkifejezés része. És én azt látom, amikor így összejövünk egy-egy ilyen esten, ahol dalok, énekelt versek, prózák hangzanak el, hogy ebbe kerülünk vissza, ebbe a varázslatos térbe, ami a saját életünk tulajdonképpen, és ehhez segít, és ehhez, és tükröket tart, és ajtókat nyit ki, és kezd a vers úgy működni, hogy életre kell. Az álszentségét nem bírtam elviselni, ahogy ezt kendőzni, letagadni, eltakarni szokás ma manapság. Értem a motivációit, értem, hogy miért, mert stigma marad. És senki se akar magán egy ilyen stigmát. Én a lehető legmegértőbb vagyok azokkal, akik ezt nem vállalják föl. Én semmilyen módon nem gondolom, hogy ez neki, bárkinek is dolga lenne. De én nem tudtam ezt nem felvállalni, mert azt gondoltam, hogy nekem hihetetlenül sokat jelentett akkor, ha valaki felvállalta. A kutatás és fejlesztés orientált gyógyszergyártókat összefogó Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete, az AIPM immár 30 éve dolgozik azért, hogy a magyar betegek a lehető legrövidebb időn belül széles körben hozzáférjenek a modern kezelésekhez. Álomszerűen szépeket hallok kontrollokon, hogy milyen változások kapujában áll a dolog. Hát ha ezt valaki megúszhatja, és ezt a pokoli kint elkerülheti, ugyan nem fogja tudni, hogy mit került el, de az maga lesz a csoda.